A lelki egészség világnapjáról 1992 óta emlékeznek meg az érzelmi és lelki zavarok megelőzésének és azok megfelelő kezelése érdekében. További célja még a pszichiátriai problémákhoz és a pszichikai problémákkal élőkhöz kapcsolódó előítéletek elleni felszólalás. A világnap idei jelmondata a munkahelyi lelki egészség. Itt a Sánta Kálmán szakkórházban ezt egészítették még ki a biztonsággal, a testi-lelki-szociális biztonságérzettel. Az a fajta segítő munka, amely az egészségügyben szükséges a mindennapok során, az a lelket is megviseli. Mi speciálisan pszichiátriai betegekkel foglalkozunk, és rengeteg indulattal kell a munkánk során megküzdeni, hiszen a betegek, amikor kórházba jönnek, a pszichiátriai betegre az jellemző, hogy betegségtudata nincs. Eleve a betegsége miatt sokkal nagyobb feszültséget él át, mint az átlagember, amit pedig valahová megpróbál kiadni, és sokszor a dolgozókon csapódik. Ez az egyik nagyon nehéz része a munkánknak. A másik része pedig az a rengeteg lelki fájdalom, amivel szembesülni kell nap mint nap az ápolóknak, orvosoknak, pszichológusoknak, szociális munkásoknak. A Magyar Ápolási Egyesület a szakdolgozók számára egy életpályamodellt szeretne kialakítani. A szervezet elnöke szerint azonban az egészségügyi kormányzat úgy látja, hogy ez egy túl bonyolult folyamat lenne. Bugarszky Miklós hozzátette, a kormányzat egy ágazati kollektív szerződést akarna bevezetni, ez azonban rendeltetésénél fogva sem lenne elegendő arra, hogy kiváltson egy életpályamodellt, ugyanis ezekben nem lehet beilleszteni például a nyugdíjba vonulás körülményeit, vagy a szakmai előrelépés lehetőségeit. Az egészségügyben dolgozó szakápolók száma közel 110 ezer fő hazánkban, ők mintegy 20 szakterületen dolgoznak, az életpályamodell kialakítása ezért is lenne nagy feladat. Bugarszky Miklós szerint nemzetközi mintára is ki lehet alakítani az ápolói életpályamodellt a szülésznők, gyermekápolók és az ápolók számára. Anyagi megbecsülésről az látszik, hogy szándék, az látszik az anyagi megbecsülésnek a kifejezésére. Voltak béremelések, tagadhatatlan az, hogy az elmúlt években elég nagy elmozdulás történt, mindig a viszonyítási alap a kérdés. Hogyha mi megnézzük, hogy a társadalmi ranglétrán hol áll az ápolói bérezés, akkor nem lehetünk olyan nagyon büszkék. Hogyha most ahhoz hasonlítjuk, hogy ebben az évben 25% bérminimum emelés történt, 15%-os minimálbéremelés és 12%-os szakdolgozói béremelés, akkor azt mondjuk, hogy erre sem lehetünk nagyon büszkék. A Lelki Egészség Világnapján a Kossuth Zsuzsanna emlékév tiszteletére három ápoló is kitüntetést kapott a Sánta Kálmán szakkórházban. Oklevelet vetett Ster Jánosné, Plajos Miklós és Oroszi Lászlóné. Magyarország első főápolónője Kossuth Zsuzsanna születésének 200. évfordulója alkalmából számos programot szerveztek idén hazánkban.